Bár jelenleg nincsen szükségünk rá, olyat is lehet csinálni a Transform Compute Variable-lel, hogy nem mindenkihez számolok ki valamilyen adatot, hanem azt mondom például, hogy Transform Compute Variable a kor férfiaké, az ugye csak férfiakhoz szeretnék valamit kiszámolni, 2018-ból születési év, és akkor itt lent meg tudnék adni egy feltételt, hogy melyik személyeknél számolja ki ezt a változót. Rákattintok az if-re. Azt mondom, hogy csak akkor, csak azokat az eseteket vegye figyelembe, akiknél a következő feltétel teljesül, és akkor ide beteszem, hogy a nemi adatuk az egyesnek kell lenni. Tehát csak férfiaknál akarom kiszámolni ezt az új változót, akkor csak azokhoz a személyekhez végezze el a számítást, akikre igaz az a feltétel, hogy a nemi adatuk az egyes számmal szerepel. Rákattintok a continue-ra. Tegyük be azért pestbe, hogy lássuk azt, hogy hogyan néz ki ez a kódrészlet. És akkor látjuk, hogy ez a kódrészlet, ez úgy néz ki, hogy van egy speciális kifejezésünk, ez az if kifejezés, ez a ha a nem változó értéke egyes, akkor történjen meg a kor férfiaké változó kiszámolása, és ez a kor férfiaké változó, ez 2018-ból születési év. És akkor ezt követően ugye megint csak van egy execute parancs, miután ezt a számítást, ez az adatbázisban változást fog létrehozni, és ez a változás, ez csak az execute parancs lefutása után, alatt fog életbe lépni. Ha kijelölöm és lefuttatom, tegyük be ezt a kor férfiaké változót is ide legelőre, és ha bemegyek a data view-ba, akkor láthatom, hogy nők esetében üresen hagyta a mezőt, azoknál, akiknek nem volt születési éve, üresen hagyta a mezőt, és akinél volt születési év és férfi volt, csak azoknál történt a kor férfiaké változó kiszámítása. Na hát ennek a változónak egyébként sok értelme nincsen, úgyhogy töröljük is ki. Ezt úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogy visszaléptem a Variable View-ba, jobb gombbal rákattintok megint csak a vonalzó részletre, és azt mondom, hogy clear. És akkor ezzel kitöröltem ezt a változót. De hasonlóképpen ki tudtam volna törölni a változót szintaxsal is, hogyha azt mondom, hogy delete variable core férfiaké. Okay.